Sziasztok, Bix vagyok, és igen, eljött az én időm, lassan 3 éve elkezdett tevékenységem révbe ér, mert melyik másik konnál érné meg jobban fegyverbemutatót csinálni, mint az Advanced Warfare-nél, ahol több mint 350 fegyvervariáns létezik, különböző statokkal és DLC-kkel ez a szám egyre csak nőni fog. Hát igen, itt jön a bökkenő, hogy az azt jelenteni, hogy egy éven keresztül naponta minimum egy videót, fegyverbemutatót kéne csinálnom, hogy be lehessen mutatni az összes fegyvert, és hát természetesen ez egy lehetetlen küldetés számomra, ezért szükségeltetik ez a rész. Ugyanis én az alapfegyvereket fogom bemutatni, illetve minden részben megemlítem azt a variánst, amely a legjobb mind közül az alapfegyvernek, természetesen, de hogy ezt tudjuk, tudnunk kell először is, hogy miket ír nekünk a játék, mik azok az információk, amelyek hasznosak számunkra, tehát bárhogy is sakkoztam, de ez a rész elengedhetetlen ahhoz, hogy meg tudjátok különböztetni jó fegyvervariánst a rossztól. Ezért ez a rész lesz a Jolly Joker, erre a videóra fogok hivatkozni, ha egy fegyvervariánsról beszélek, úgyhogy csapjunk is a lovak közé. Tehát, a statok, amelyeket kiír a játék a fegyverek mellé, az a Damage, Accuracy, Fire Rate, Range, Handling és Mobility. Ha a damage-ről beszélünk, akkor értelemszerűen többet sebez a fegyver. Nem sokkal, ezért ez kiemelendő. Viszont hatással lehet a fegyver range-ére is. Tehát mondjuk az RV1-es pisztoly közelre jó esetben one shot, one kill, addig az Elite RV1 Rail Driver plusz 3 damage értékkel rendelkezik. De ez nem azt jelenti, hogy 3-mal többet sebez, hanem a játék damage skáláján plusz 3 osztással többel rendelkezik, mint az alapfegyver. Ezt jól jegyezzétek meg. Ezért ez az Elite RV1 variáns képes viszonylag távolra is egyhitelni az ellenfelet, illetve közelre nem valószínű, hogy bármikor kapsz hitmarkot, ezért nem véletlen Elite ez a fegyver, tehát nem láthatod minden csóka kezében a játékban. Visszatérve a damage-re, általánosságban elmondhatjuk, hogyha a fegyver több damage-el rendelkezik, akkor egyenes arányosan kihat a fegyver range-ére is, így távolra általában egy golyóval kevesebbet kell lőni az ellenfélbe, mint az alap eszköznél, de mint mondottam, általában és leginkább az SMG-knél észrevehető ez a változás. A minusz 1 accuracy azt jelenti, hogy növeli a fegyvernek a visszarúgását és a sway-t is bizonyos helyzetekben. Aki nem tudná, mi az a sway, az az alapméretezett természetes ringatózása a fegyvernek, ami arra hivatott, hogy szimulálja az ember lélegzését, miközben tartja a fegyvert. Hát nem egy rövid definíció. Mindenesetre minusz 1 accuracy az AV skálán az körülbelül 1/5 annak a pontosságnak, amelyet a foregrip kiegészítő ad a fegyvernek. Remélem ez így érthető, még ha nem is magyaros ez a mondat. Mindenesetre ez azt jelenti, hogy elég elenyésző adat. Tényleg akkor érdemes vele kalkulálni, ha több minusz accuracy-val rendelkezik a fegyver az átlagosnál, úgyhogy tényleg egy elenyésző prioritásban vehetjük ezt az adatot. Fire rate-et ismerjük, tehát tűzgyorsaság, viszont a játékban ez az elsődleges prioritású adat egy fegyvernél. Azért, mert ha plusz egy fire rate-tel rendelkezik egy fegyver, az azt jelenti, hogy átlagban olyan 12-15-17%-kal növekszik a fegyver tűzgyorsasága az alap verziónál. Tehát ez az az adat, ahol plusz egy pont a skálán a legnagyobb változtatást eredményez a fegyvernél a többi plusz egy stattal szemben. Például itt láthatjátok az alap AK-12-est, itt pedig a minusz 2 fire rate-tel rendelkező verzióját, ami azt eredményezi, hogy mínusz 30%-kal csökken a fegyver RPM-e, és láthatjátok, hallhatjátok is, hogy a két fegyver közti különbség rengeteg, tehát prioritásban mindig a fire rate legyen az az adat, amelyet megnéztek először egy fegyver variánsnál. Viszont az mellékes, hogy fire rate-tel növekszik a fegyver visszarúgása is értelemszerűen, de lehet kontrollálni, higgyétek el, de ez is hozzá tartozik a fire rate-hez.
range, tehát a fegyver hatótávolsága, mely szoros kapcsolatban van a fegyver maximális és minimális sebzésével, viszont plusz egy vagy mínusz egy range egy fegyvernél nem sokat jelent, minimum olyan 0,7 métert, maximálisan pedig 1,2-1,5 métert jelent, plusz egy vagy mínusz egy range. Szinte észrevehetetlen. Viszont, ha egy fegyver plusz egy damage-el és plusz egy ranger rendelkezik, úgy már viszonylag észrevehető változásokat eredményez az alapfegyverhez képest. A handling csak a Hipfire-re vonatkozik, semmi más logikus dologra, amelyre mondjuk szó kapcsán gondolnánk, mint például újratöltési idő, fegyverváltási idő, de nem. A handling a Hipfire-t jelenti, és extrém minimális a különbség plusz egy vagy mínusz egy pont között, csak shotgunnál érdemes nézni ezt az adatot, és ott is csak akkor, ha számottevő a változás ennél az adatnál. A Mobility a játék készítőknek a bezumolási időt jelent, angolul ADS time-ot, nem tudom miért, de így van, tehát ha egy fegyvernek mínusz egy mobility-je van, az nem azt jelenti, hogy lassabban futunk vele, hanem lassabban fogunk vele becélozni, és itt is annyira elenyésző a különbség, hogy mínusz egy mobility az körülbelül egy frame per másodperc különbség. Tehát ezzel az adattal is csak akkor kell számolni, mikor számottevő a különbség, vagy olyan fegyvereknél, ahol fontos, LMG-knél vagy snipereknél, de annyira elenyésző, hogy nem is kell szinte nézni sem. Tehát ezeket a statokat vagy adatokat így kell értelmezni játékon belül, ahogy ebben a videóban elmagyaráztam. Tehát ha kaptok egy fegyverváriánst, akkor ezekkel az információkkal el tudjátok dönteni, hogy az a fegyver számotokra megfelelő, avagy nem. Ha pedig sorrendet kell állítani prioritás szerint a statoknál, akkor egyértelműen elsődleges a fire, tehát azt nézzétek, mert mínusz egy pont vagy plusz egy pont nagyon-nagyon sokat számít egy fegyver karakterisztikájánál. Azután a damage a másodlagos, harmadlagos a range, negyedleges pedig az accuracy, többi meg szinte elenyésző. Úgyhogy ez a videó nagyon fontos, erre fogok többször is hivatkozni, és nektek is segítséget nyújt a következő fél évben, mikor még az Advanced Warfare egy játék lesz, és nem csak a multi, mert kijön a következő Call of Duty. Minden esetre következő videó a BAL 27-esről fog szólni, és remélhetőleg velem tartotok. Sziasztok!